Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Felújítások saját forrásból és civil sportegyesületek támogatása, kettlebell világbajnokság, a bonyhádiak sok aranyat hoztak haza. Elkészült a Börzsönyi játszótér, nemzetközi futóversenynek adott otthont a város. Felújítások saját forrásból és civil sportegyesületek támogatása. Ezekről is döntöttek a Bonyhádi Képviselőtestület tagjai június végi ülésük alkalmával. A határozatokat egyhangulag fogadták el. Két éve készültek ezek a felvételek. A gyerekek háromnapos néptánctáborban vettek részt. A programoknak a Bonyhád-Majosi Kultúrház adott otthont. Azóta az ingatlant saját forrásból folyamatosan újítja fel az önkormányzat, most pedig a képviselők arról döntöttek, hogy ehhez ismét pénzt biztosítanak. Ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk, és gyakorlatilag jövő év tavaszára átadhassuk a majosi lakosságnak nagyon-nagyon régóta várt felújított kultúrházokat. 77 millió forint nettóban az az összeg, amivel a nyertes elnyerte ezt a közbeszerzést. Az ingatlant teljes egészében saját forrásból fejleszti az önkormányzat. Konkrétan meghatározott célokra osztotta föl a város költségvetésében a forrásokat, hanem egy összegben, fejlesztési tartalék címen egy jelentős összeget, 179 millió forintot határoztunk meg. Azért volt erre szükség, mert akkor még nem volt ismert az, hogy a Majosi Kultúrháznak a felújítása a kettes üteme, hiszen az elmúlt évben elkezdődött ennek az ingatlannak a felújítása, mindenképpen közbeszerzés köteles volt, hogy ennek a közbeszerzési eljárásnak mi lesz az eredménye, és pontos számok nélkül nem szerettünk volna összegeket meghatározni. A mai ülésen a fedezetről tudtunk dönteni, nagy örömünkre most már pontosan tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a második ütem, lezajlott a közbeszerzési eljárás, és a nyertes vállalkozóval a moratórium után szerződéskötési moratóriumot meg kell várnunk, ugye a jogszabály ezt pontosan előírja, ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk. A felújított Majosi Kultúrházat a tervek szerint jövő tavasszal vehetik használatba a helyiek. Az említett 179 millió forintnyi céltartalékból további fejlesztések is megkezdődnek hamarosan Bonyhádon. Ilyen például a József utca 27-es ingatlannak a felújítása, ahol egy ingatlan részünk, egy lakás részünk lakhatatlanná vált az elmúlt időszakban, és erre fordított a képviselőtestület a döntés alapján 15,5 millió forintot. További jó hír, hogy a városban működő két futballklub is jelentős önkormányzati támogatást kap. A BVLC, illetve a Majosi Sportegyesület fordult támogatási kérelemmel Bonyhád város önkormányzatához, és a kérelmükben szereplő összegekkel a 3, illetve 12 millió forinttal maradéktalanul támogattuk az egyesületek működését, zavartalanságát biztosítandó forrásokat az önkormányzat keretei közül. Bízom benne, hogy a következő szezonban is legalább ilyen eredményesek lesznek, mint ahogy végeztek a bajnokságokban, az NB3-ban, illetve VVLC esetében pedig a Megye 1-ben. A legutóbbi testületi ülésen a helyi polgárőrök és az önkéntes tűzoltók tavalyi évi beszámolóját is jóváhagyták a képviselők. Mindkét egyesületet kiemelten támogatja Bonyhád város önkormányzata. A tevékenységüket jelentős forrásokkal, hiszen mindkét egyesületről azt gondoljuk, hogy olyan kimagasló, a város lakosságainak érdekeiben szolgáló munkát folytatnak, valamennyiünk érdekében és a védelmünk érdekében, amely mindenképpen kiemelt támogatásra érdemes, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen színvonalon fogják végezni a munkájukat. Ezúton is szívből köszönöm nekik, hogy a saját szabadidejükben, a családjuktól elvéve azt az időt a város lakosságának a védelmét szolgálják, mint a tűzoltóink, mint pedig a polgárőreink. Mindkét beszámolót a testület egyhangulag elfogadta. A Bonyhádi képviselőtestület a tervek szerint legközelebb július végén ülésezik majd. Bonyhádon több bajnoka is van ennek a sportnak, ez pedig nem más, mint a kettlebell, azaz gömbsúlyzó. Az Oroszországból származó öntött vassúllyal, mely úgy néz ki, mint egy füles ágyugójó, végzik a gyakorlatokat. Ez a mozgásforma nagyon jó fizikumot kíván, a sportolók rengeteg erőnléti edzést végeznek. Idén hazánk adott otthont a sportág legnagyobb viadalának, Hódmezővásárhelyen. A 36 induló ország 540 sportolója közül a bonyhádiaknak egyesületi szinten és önálló versenyzőként is sikerült több aranyat és ezüstöt is megszerezni. Nagyon meleg volt, de ez nem volt szerintem akadály, mert
annál magabiztosabban indultunk a színpad felé, vagy a platformra. Szerintem mindenki nagyon jót küzdött, és elképesztő teljesítmény nyújtott a csapatunk. Én nagyon büszke vagyok mindenkire, és szerintem legközelebb is megpróbáljuk a lehetetlent legyőzni, és most is sikerült. Nekem óriási támogatás volt édesapám, mert elképesztően sok mindenbe támogatott, és nekem ő rengeteg erőt adott mindenképpen. Egy nagyon összetartó és nagyon nagy egymás buzdításával egy komoly eredményt ért el mindenki. Ezúton gratulálok mindenkinek, és köszönjük a felkészítést az edzőinknek. Intenzív felkészülés után érkeztek az Egyesület versenyzői Hódmezővásárhelyre, aminek meg is lett az eredménye. A felkészítők elmondták, azon dolgoznak, hogy mindenki örömmel menjen az edzőterembe. Ez ne egy büntetés legyen, hogy edzeni kelljen, hanem az ember ezt jó szívvel élje meg, hogy a napi jutalom, hogy az egész napi munka után egy óra edzés simán belefér az életünkben. A súlyemelés alapjaiból építkező sportágnak három része van, a lökés, a szakítás és a hosszú ciklus. Amennyire egyszerűnek tűnik, annyira komplex mozgásforma. Alapfeltétel hozzá az intenzív erősítő edzés. Nem is javasolják, hogy otthon egyedül próbáljuk, mert nagy a sérülés veszélye, ezért célszerűbb inkább edzőteremben szakértőktől segítséget kérni. Kint a terem külső részében tartunk, ott vannak a kardiógépek. Sígép, evezőgép, bicikli, elég komoly, azt mondom, hogy cross-fit jellegű. Inkább csak azt mondom, nem crossfit, hanem cross jellegű edzéseket tartunk, elég komoly erőálló képesség edzések. Ez kell hozzá, anélkül nem működik. A kettőt azt így kombinálni kell. Ha valaki nem jár cross edzésre, azoknak szoktuk javasolni, hogy menjen el futni. Amikor nem volt nekünk ilyen, akkor mi is futni jártunk, ezzel egészítettük ki magát az edzést. Kortól nemtől függetlenül ajánlják mindenkinek ezt az erőnléti edzésformát, hiszen nekik is van egészen fiatal versenyzőjük és 73 éves sportársuk is. Szabó Dettitől, aki önállóan indult és megnyerte az aranyérmet a világbajnokságon, sok érdekességet tudhattunk meg a versenyekről és a felkészülésről is. Van egy Magyarországos Kettlebell Szövetség, ők minden évben csinálnak egy országos bajnokságot, és ezen kívül van három nagy szervezet, és ők pedig minden évben csinálnak egy világbajnokságot és egy Európa bajnokságot. Ennek a versenynek az a lényege, hogy van háromféle, tehát sokféleképpen lehet vele edzeni, erősíteni, de van háromféle versenyszám, a hosszú ciklus, a lökés és a szakítás. Ennek az a lényege, hogy egy adott időben, amelyik időben mész versenyezni, hányszor emeled fel a fejed fölé szabályosan, jó technikával, úgy, hogy abban a pillanatban, amikor fönt van a fejed fölött a gírja, akkor megfeszül a tested, és igazából egy pillanatra ilyen merev vagy, és akkor úgy tudod csinálni a következő ismétlést, és úgy vannak a versenyszámok, hogy van a 10 perces versenyszám, ennek az a nehézsége, hogy egyszer lehet csak kezet cserélni, és akkor van 30 perces, az a nehézsége, hogy hosszú idő, viszont az korlátlan kézváltás. És akkor ehhez van egy súlycsoportunk, egy korosztályunk, és akkor a velünk megfelelő emberekkel tudunk versenyezni. A világszerte már régóta népszerű sportot Magyarországon még csak most kezdik egyre többen felfedezni. Én 4 éve gírjázom, hát az országos bajnokságokon így elég jó helyezést értem el. Én szakítok, tehát nekem ez a kedvencem, és 2 évvel ezelőtt volt az IUKL-nek itt Magyarországon egy világbajnoksága, ott sikerült egy ezüstérmet szereznem. 16 kilóval dolgozom még azzal versenyzem, és most volt Magyarországon a VKSF szervezetnek Hódmezővásárhelyen egy nagyon-nagyon színvonalas versenye. Tényleg csodálatos élménnyel lettünk gazdagabbak, azt gondolom. Tehát ezért ez nekünk így egy kicsit szerencsés, hogy itt is van. Tehát itt minden évben a nagy szervezeteknek 3 nagy szervezet van, minden évben valahol van a világbajnoksága és az Európa bajnoksága, mindig más országban. És
Az idén az pedig itt volt, és ugye a Magyarországos Kettlebell Szövetség ők szervezték meg. A világbajnok mesélt róla, mekkora élmény volt már a verseny megnyitója is, illetve látni más országok szintén profi versenyzőit küzdeni. Nem izgultam. Tehát értékes, hogy országos bajnokságot sokkal jobban szoktam izgulni, mint most. Valami nem tudom, annyira így nagyon-nagyon jól éreztem magam, és szigorú bírót kaptam, egy svéd bírón volt. Tudtam, hogy szigorú, mert láttam előtte, tehát hogy láttam, hogy milyen, de hát semmi baj ezzel. És akkor, mikor mentünk versenyezni, akkor előtt a csoportkép, bíró vezet föl a platformra vele szembe. Azért ilyen színvonalas verseny, amikor vele szembe a bíró, ugye akkor tehát öltönyben van és nyakkendőben. És akkor elkezdtünk versenyezni, és hát sok pontszámot nem kaptam meg. Elfogadom, hogy a bíró így döntött, nincsen ezzel semmi baj, csak nem tudtam úgy szakítani azzal a tempóval, ahogy én itt az edzéseken szoktam, és ez egy kicsit így nehezebb volt nekem. De végig csináltam a 10 percet, azt hallottam, hogy nem tudom hányadik percben, hogy a mellettem lévő lány az lerakta. És akkor, amikor vége volt ugye ennek a 10 percnek, és akkor utána volt eredményhirdetés, és akkor azért úgy odaálltam, mert azért úgy így számítottam arra, hogy ha ő lerakta, akkor fölkerülök a dobogónak, a dobogóra valahova. És amikor volt az eredményhirdetés, akkor amikor kimondták, hogy az első vagyok, akkor sírva mentem föl a dobogóra. A profi sportolókra méltán lehetünk büszkék, hiszen minden erejüket, tehetségüket latba vetve teljesítették ezt a szinte emberfeletti erőt kívánó kihívást. Terveik közt szerepel még a következő világbajnokság megnyerése is. Több millió forinttal támogatta Bonyhádváros önkormányzata, hogy a Börzsönyi település részen létrejöhessen egy új játszótér. A közösségi teret egyébként a helyiek teljes egészében maguk építették. A Kranzlein Néptánc Egyesület apró tagjai adtak műsort Börzsönyben, a faluban ugyanis egy vadiúj játszóteret adtak át. A kisebbek és nagyobbak is örömmel fogadták a focipálya mögött létrehozott közösségi teret. Körhintáztam, meg felmásztam ezeken az izéken, amik mászókán, ahol vannak a kislányok. A helyiek szerint nagy szükség volt már a faluban egy találkozási pontra. Anyukám börzsönyi származású, úgyhogy sokat járunk ide, úgyhogy örülünk neki, hogy van egy ilyen zárt tér, mert az út miatt elég veszélyes itt a gyerekeknek, de így akkor most már el tudjuk engedni őket. A játszótér egy hatalmas közösségi összefogás eredményeként jöhetett létre. És nem csak Börzsönyről beszélünk, hanem itt, akik kijöttek ide, vagy foci meccsre, és úgy jöttek ki családok. Mindenki összefogott, és mindenki egységesen kint volt. Ez már évek óta tervben volt, azért itt az előttünk lévő elnökök és egyesületi tagok, akik már régebb óta itt vannak, de valamiért ez így mindig így toltuk magunk előtt, vagy nem úgy jött ki a lépés, de most kaptunk egy olyan fajta segítséget, amivel így előre tudtunk nézni, és akkor meg tudtuk valósítani ezt az egész játszótér projektet. Tavaly igazándiból szerveztünk egy gyereknapot, aminek az volt a célja, hogy ez az egész egy játszótérért ment. Ott már kaptunk a városból nagyon sok helyről támogatást és segítséget, és akkor onnan indult el, hogy akkor el tudjunk indulni ezen az úton, és akkor ott a városi önkormányzat az, aki végül megadta azt a támogatást, azt az anyagi hozzájárulást, amiből ez az egész létre tudott jönni. A közösség az tényleg, hogy itt Börzsönyben, ha csak a közösséget nézzük, akkor itt nagyjából egy ilyen 30 kisgyerek van kint, akik egyszer így soha nem voltunk kint így a játszótéren, de amióta itt van, azóta itt esténként, délutánonként, ovi után, vagy nyilván majd itt a nyáron, azért itt mindig összetalálkozunk. Ez nekik is jó lesz hosszú távon azért, hogy nem voltunk mindenkivel olyan szoros kapcsolatban, de ezek után úgy gondolom, hogy ez is sikerülhet. A Bonyhád Börzsönyért Egyesület elnöke azt mondja, minden munkálatot a falubeliek végeztek. Az egész falu összefogott, itt voltak a fiatalok, itt voltak az idősebbek, akik éppen nagypapák vagy nagypapák lesznek, vagy apukák lesznek, vagy már apukák, anyukák, nagymamák, mindenki jött, és mindenki
csinálta a dolgát. Tényleg annyira összefogott itt most a falu, hogy ezt így nem is tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb összefogás lehetséges. Megvásároltuk az eszközöket, és onnantól kezdve minden, ami dolgunk volt. Mi raktuk össze, mi betonoztuk le, mi jelöltük ki a helyét, mi csináltuk a kerítést, a homokot mi hordtuk be, tehát mi mindent. Összehozta a közösséget maga az építés dolog is, és ugye szeretnénk még itt ilyen sütögetőket, meg ezt, meg azt csinálni, hogy akkor nem kell elmenni sehova, hanem csak itt összejön a falu, és volt például az építkezésnek egy olyan hétvégéje, amikor délután majdnem estig csináltuk a játszóteret, és akkor azt mondták, hát miért nem sütünk estére egy szalonnát? És akkor aki itt volt, meg azon kívül még nagyon sokan, lettünk itt 50-60-an rögtön este. És akkor szalonnát sütöttünk. A játszótér 10 millió forintból valósult meg, amit Bonyhádváros önkormányzata biztosított az egyesület számára. Az idei évben Bonyhádváros önkormányzatának képviselőtestületének ez volt az eddig legjobb döntése. Ugyan még csak fél év telt el 2023-as esztendőből, de mindenképpen így gondolom, hogy sikerült még a költségvetési rendeletben egy olyan jó döntést hozni, hogy a képviselőtestület 10 millió forinttal támogatta a itt megvalósult játszótérnek a megépültét, a létrejöttét, hiszen itt semmi nem volt, ugyanilyen főves terület volt a focipálya mögött, mint amin most állunk, és ahol megvalósult ez a játszótér. Lehet, hogy forintálisan ennyibe került ez a játszótér, vagy ennyit ér, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal többet jelent, és többet ér nem csak a bőzsönyieknek, hanem mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez megvalósulhatott, hiszen az a szó legszorosabb és legjobb értelmében olyan összefogással, olyan társadalmi munkával, olyan jó szervezőkészséggel oldották meg a semmiből ezt a játszóteret, amire mindenki nagyon büszke lehet, aki ennek részese volt. Én szívből gratulálok ehhez. Mindazoknak, akik részt vettek benne, és természetesen akik az egészet szervezték, ők a Bőrzsönyért Egyesület elnökasszonya Csopot Gáspárni Marika és az sok-sok segítője, akik részt vállaltak ebben. Nagyon büszke vagyok rájuk, bízom benne, hogy lesz folytatás, és tudunk még együtt olyan újabb ötletek megvalósításában közösen együtt gondolkodni és dolgozni, ami az itt élőket szolgálja. Az egyesület egyébként nem először fogott össze az önkormányzattal, hiszen korábban már az erősen leromlott állapotú, életveszélyessé vált harangláb újjáépítését is támogatta a városvezetés. Az Egyvérből vagyunk alapítvány idén is megtartotta nagy sikeri jótékonysági futását, a Rajt Egyben a Mozdulj Bonyhád eseménysorozat egyik állomása is volt, ahol nem csak a sporton volt a hangsúly, hanem az ezzel egybekötött jótékonykodáson is. 3, 2, 1. Az Egyvérből vagyunk alapítvány által felkért ultrafutók egy 740 kilométeres távot teljesítettek, részben futva, részben kerékpárral Bonyhádról indulva. Erdélybe érve több gyermekotthonba is befutottak a résztvevők, ahol nehéz sorsú gyerekekkel találkoztak, akiknek sportcipőket adtak át. Az első napon egészen Hódmezővásárhelyig terveztek eljutni a felkért sportolók. Másokon segíteni nagyon jó. Azzal is tudtok másokon segíteni, például, hogy most csatlakoztatok hozzánk, de tulajdonképpen magatokon is, hiszen a futás nagyon egészséges. A jótékonysági esemény idén 740 kilométer lesz, innen rajtolunk Bonyhádról, Bajáig futunk ma egy maratont, és onnan Hódmezővásárhelyig kerékpárral teljesíti a 4 felkért ultrafutó a mai napot. A programsorozat részeként szervezett véradáson is nagy számban vettek részt. Az ország véradói itt vannak közöttetek. Angéla kérdezte, hogy hányan adnak vért és miért ennyire fontos. Nagyjából évente olyan 240 ezer ember az, aki rászánja magát véradásra. Van, aki egyszer, van, aki többször. És ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ország betegei biztonságban legyenek. Bonyhádvárosa kiemelt rendezvényként tekintett a mai napra, nagyban támogatta annak létrejöttét. Már reggel korán egy nagyon széles körű összefogásnak az eredményeként a Pelszel Kúria parkjában több százan gyűltünk össze abból a célból, hogy az Egyvérből vagyunk futás, jótékonysági futásnak a rajtját közösen éljük meg. Ez a kezdeményezés gyakorlatilag magába foglalja az adományozást, a jótékonyságot, a véradást,
a sportot, hiszen egész bajáig futnak a legügyesebbek, és természetesen a nemzeti összetartozást, az összefogás erejét is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a immáron 9. alkalommal megrendezett jótékonysági futásnak a rajtja, az ebből az alkalomból idén Bonyhádról indult. Nagyon sokan voltunk, sokat készültünk erre, hogy megmutassuk, hogy mi egy jó cél érdekében Bonyhádon mindig igyekszünk összefogni, és ez így történt ma is. Nálunk a Városházán azért a csapatban dolgozunk, mindig megosztjuk a feladatokat. Alpolgármester úr vett részt a futáson, valahol most éppen teljesíti a távot, én pedig a véradásban tudtam részt venni, és nagyon örülök annak, hogy az is nagyon sikeresnek mondható, hiszen amíg én ott tartózkodtam, már több mint 20-an adtak vért a mai napon. Gyakorlatilag ennek a figyelmen felfírására van a legfontosabb hangsúly ezen a napon. A jótékonysági programot Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is támogatta. Ő is rajt hozzált. Tavaly, amikor Angélával közösen szerveztük, illetve mellé jártunk és futottunk is kiskörösön az első napon, akkor mondjuk volt egy nagy vonzerő, mert a Soltvadkerti fagyizóig akartam én elfutni, és egy hatalmas fagyival jutalmaztam magam, de akkor elterveztük azt, hogy a következőt csináljuk itt Bonyhádon, hogyha már évek óta ebben az akcióban is, és más jótékonysági akcióban közösen dolgozunk, akkor legyen a városnak is egy ünnepe ez a futás. És ahogy már szó volt arról, a nemzeti összetartozás érzésének a megerősítése az egyik feladata ennek a futásnak, a jótékonykodás és a véradás mellett, és ez semmivel sem lehet jobban megtenni, mint a közös sportolása. A futás a Gyergyószárhegyi emlékműnél ért véget, ahol a tatárdombon Böjte Csaba ferences rendi szerzetes várta őket. Ide a sportolók a hozzájuk csatlakozó több száz hátrányos helyzetű fiatallal együtt futottak be. Ezt követően pedig a helyszínen lévő 21 erdélyi gyermekotthon kis lakóinak még egy fesztivált is tartottak. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!